Audio Jungle. Hölgyhorgász sportolók, közöttük világbajnokok avatták fel a gyomándrődi fűszfászugi versenypályát. 2019. július 5-én, 6-án és 7-én a gyomándrődi fűszfászugi holtágon rendezték meg a 42. női országos bajnokság első, második és harmadik fordulóját. A magyar horgászat fejlődik, egyre több horgász van az országban évről évre. Nő a tábor az, akiknek a horgászatot választják, mint sport, szabadidős tevékenység. Ezzel párhuzamosan fejlődik a magyar horgászversenysport is. Elmondhatjuk azt, hogy a magyar horgászok a világ élmezőnyében vannak. Versenytársaink olaszok, angolok, franciák, olyan országok, ahol sokkal többen élnek Magyarországon. Ennek ellenére ez a kis 10 milliós nemzet bizony helyt áll a világversenyeken. Közelítem a dolgot a női szintére, hiszen itt most a női bajnokságon vagyunk. Ebben az évben Dél-Afrikában voltunk a magyar női csapattal, ahol a csapatunk a világbajnoki címet megszerezte Dél-Afrikában. Ez már a második aranyérmünk, amit az elmúlt 10 évben szereztünk, hiszen Szolnokon is nyertünk ezelőtt már világbajnokságot néhány évvel. Itt most a női horgászatnak a krémje van, itt 14 élversenyző, aki 6 fordulóban küzd majd a magyar bajnoki címért. Most ezen a hétvégén 3 forduló, és majd 3 forduló Tolna megyében néhány hónappal később. Én azt gondolom, hogy utaltam rá megnyitókor is, egy ilyen nemzetnek a sportsikerhez hozzájárul mindenki. Hozzájárulnak a versenyzők, hiszen az eredményt ők érik el. Hozzájárulnak a segítők, hiszen ők ott vannak a parton, tudcokat viszik, információt adnak, csalikat keverik, tehát rengeteg hasznos dolgot tesznek hozzá a győzelemhez. És benne van egy ilyen megyei szövetség, aki neki most itt a vendégei vagyunk, hiszen egy ilyen pályát kialakítani hatalmas munka, egy ilyen versenyt rendezni nagyon nagy munka. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka. Én azt várom ettől a mai versenytől, hogy jó szolgálja ezt a fölkészülést, hiszen ez a verseny, mint bajnokság, egy válogató verseny is a női csapatnak, hiszen a egyéni bajnokságnak a végeredményéből kerülnek majd ki a magyar váltott versenyt, akik majd később világbajnokság képviselik a magyar horgásztársadalmat. A mai megnyitón a sorsolásokon túl azért fontos szabályokat is közölt a hölgyekkel, mik azok a szabályok, amiket kiemelhetnek. Hát a legfontosabb szabályok azok, hogy a verseny az 4 órából áll, 2 óra hosszú fölkészülés van, amikor a versenyző belép a rajthelyére, összapolja a horgász felszereléseit, elkészíti a csalijait. Nagyon fontos szabály a csali limit, hiszen a csalit korlátozzuk, a csali mennyiséget korlátozzuk, bizonyos fajták vannak, bizonyos volumenek vannak, amit ellenőrzünk majd a verseny kezdete előtt, hogy ki mennyit visz be, és a szabály szerint használja azokat. Ugye a 4 órás verseny az 4 órás verseny előtt 10 perccel lehet etetni a halakat, oda csalogatni a horgászhelyre, és a verseny vége előtt 5 perccel van egy jelzés, amikor a versenyző figyelmét fölhívják arra, hogy mindjárt vége a versenynek, utána azonnal mérlegel, és a halakat azonnal visszabocsátjuk a vízbe. A legfontosabb az, hogy jó néhány új versenyzőt láttunk itt a névsorban, fiatal hölgyek is részt vesznek, az örömünkre szolgál, hogy a kiöregedő versenyzők közé tudunk majd újakat is beintegrálni. Én szeretném az ő horgászatot figyelni a mai napon, hogy vajon hogy állnak helyt a rutinosabb régi versenyzők között. Én ezt tűztem ki célul a mai napon, hogy a fiatalabb lányokat is megnézzük, hogy hogyan teljesítenek a mai napon. A mai napon beszélgettünk már egy-két versenyzővel és Walter Tamással is arról, hogy a horgászat azért is egy nagyszerű sport, mert valóban fontos, hogy valaki profi legyen, ügyes legyen, de nagyon sok mindentől függ egy horgászverseny kimenetele. Milyen esélyeket lát, mi az, ami befolyásolja mondjuk a mai napon a fogásokat? Ez nagyon komplex dolog, tehát hogy valaki élversenyző váljon és bekerüljön a magyar válogatottba, kijusson a világbajnokságra, ott jó szerepeljen, akár VB-t is jön egyénibe. Ez egy nagyon hosszú út, tehát ez kisgyermekkortól indul el, rengeteget kell horgászni hozzá, tehát edzeni, elmenni, megismerni a pályákat, tapasztalni. Ez egy nagyon komoly, több ismeretlenes mátrix, aki eljön egy versenyre, edz egy hétig, és lehet, hogy a versenynapokon teljesen más fog történni. Nagyon sok tapasztalat, lemondás, idő, anyagiak, ez mind fontos ahhoz, hogy valaki jó szerepeljen. Ide nem lehet berobbanni úgy hirtelen, tehát egy-két dolgot el lehet sípni, de hosszú táv kell, több év kell ahhoz, hogy valakiből ismert versenyző legyen. Egyébként itt fontosnak tartom a háttér szerepét, tehát a parton vannak segítők egy versenyző mögött, információt adnak, taktikába segítik. Itt a háttér szerepe még erősebb, mint a fölnőtt mezőnyben, azt gondolom. Akinek van egy jó háttere, jól lát a pályán, az előre tud végezni biztosan. Nos, hát talán ettől is ilyen izgalmas ez a sportág. A mai napra nagyon jó versenyzést kívánunk a hölgyeknek, és sok sikert mind a szervezőknek, mind a lebonyolítóknak. Köszönjük szépen!
mai napon a női UB gyomendrődön a fűzfás zugon elkezdődött. Toldi Balázs polgármester úrral egy közös gondolkodásról beszélgettünk, melyben kiemelte a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének együttműködését és a MOHOSZ szervezését. Miért fontos, elnök úr, a szövetség számára akár egy női UB szervezése, illetve egy versenypálya létrehozása a Körösök vidékén? Maga a versenypálya létrehozása az a szövetség versenyei miatt volt elsődlegesen, de úgy gondoltuk, hogy ha már kialakítunk egy pályát, akkor egy országos versenyeket is meg kell mindenképpen céloznunk. Tehát ez indult a kezdő gondolat, és ebben a Gyomendőd Városi Önkormányzata is partner volt. Tényleg úgy volt, hogy a polgármester mondta, hogy adták a vizet a területet, mi megpróbáltuk ezt tényleg versenypályává alakítani. Az, hogy sikerült elérnünk februárban, hogy a női országos bajnokság itt legyen, ez azért történt, hogy mi szerettük volna, ha a jövőben több országos rendezvényre is sor kerül, de valahol el kellett kezdeni, és ugye februárban, amikor leosszák, hogy most hol, mikor lesznek az országos versenyek, akkor még nagyon, hát, hogy mondjam, a pálya csak úgy elméletben volt meg, de úgy gondoltuk, sőt, biztos voltunk benne, hogy mire kész kell lenni, addig kész lesz minden a pályán, el is készült. Most egyértelmű, tehát itt a visszajelzések alapján, hogy beszéltem a versenyzőkkel, itt kísérőkkel, tetszik nekik a pálya, tehát jó az infrastruktúra és kialakítása, jó a halállomány benne, és hát így nagyon reménykedünk, hogy a jövő évtől kezdve más országos horgászversenyekre is sor kell. Úgy gondolom, hogy az Gyomendődnek is fontos, a KHS-nek is fontos, hisz benne kell lenni a vérkeringésbe, hogy így mondom, és hát a megye versenyhorgászat azért elég erős, hát ez mindenképpen példázza az is, hogy a megyei férfi egyéni versenyen ugye 32-en neveztek, de megtartottuk előtte a női versenyt is, ahol 8 versenyző nevezett, illetve az U15, U20-as kategóriában is ugye elég jelentős létszámmal vettek részt a versenyzők. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a pálya még jobban elősegíti azt, hogy többen kapjanak kedvet a versenyszerű horgászathoz is. Azon túl, hogy ez egy nagyszerű versenypálya, a rekreációs horgászati szempontoknak is megfelele, mennyiben szeretik az úgynevezett hétköznapi horgászok? Hát a hétköznapi horgászok szeretik, tehát egyértelmű, hogy a rendezettség az sokat jelent, ez mindenképpen pozitív. Ennek a versenypályának nem csak az országos versenyek és nem csak a horgászat a hozadéka, hanem tulajdonképpen egy környezeti területet is ezzel együtt megmentett és rendezett ezen a területen. Milyen munkálatokat kellett végrehajtani, hogy egy ilyen valóban parkosított és nagyon szép versenypályát lehessen létrehozni? Hát először is aki ismerte ennek a régi állapotát, azt tudja is, hogy nézett ki. Jelentős földmunkát végeztünk rajta, mint egy 3000 köbméter földet mozgattunk meg, és sajnos ide is kellett hozni földet, mert az itteniből ezt nem tudtuk megvalósítani. Tehát ez volt egy jelentős momentum benne. Utána pedig a maga stégek kialakítása, illetve a parti út kialakítása volt még jelentős költségtényező ilyen szempontból, és hát akkor nem mondom, hogy amit kitűztünk célnak, az megvalósítottuk. 50 stég került kialakításra, tehát ez úgy gondolom, hogy jó. Az ősszel még lesz feladatunk, mert egy fásítást is meg kell oldani, egy parkosítást, és az hosszabb távú elképzeléseink is van az önkormányzattal együtt, hogy a kiszolgáló infrastruktúrának egy fix helyet is biztosítsunk. Sok sikert kívánunk a mai rendezvényhez, illetve az egész hétvége programjához, és akár a 2020-as évben rendezett további nagy sikerű országos bajnokságokhoz. Bízunk benne, hogy lesz. Most kedvezően nyilatkoztak már, tehát úgy gondolom, hogy most a mai verseny több országos horgászversenybizottsági tag is jelen van, akik döntenek a helyszínekről. Hát igyekszünk magunkat oda tenni a rendezés vonatkozásában, és hát reméljük, hogy ez elég lesz, de ezt tudjuk, hogy még azért lobbizni kell érte, hogy több és jó versenyt tartsunk így Gyomendrőt, mert ez a városnak is úgy gondolom.
A mai megnyitó egy országos női horgászbajnokságnak a megnyitója volt. Gyomendőd számára mit jelent egy ilyen rendezvény? Hát számomra azt jelenti most jelen pillanatban, hogy valamit elkezdtünk egy pár évvel ezelőtt közösen a Horgászszövetséggel, a Megyei Horgászszövetséggel, és most egy fontos lépéshez értünk, egy fontos mérföldkőhöz értünk el, hiszen azért is adtuk át a vizeinknek a gazdálkodását, hogy fejlődő képesek legyenek, fejlődjenek ezek a vizek, fejlődjön a horgász turizmus, illetve a horgásztársadalom, illetve a horgászati lehetőségek a településünkön, és az, hogy most egy országos versenynek tud helyet adni, vagy helyszínt adni Gyomendőn, azon belül is a fűszvázugi holták, az azt gondolom azt mutatja, hogy jó úton járunk, jól döntöttünk, és egy jó partnert választottunk, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy eredményként könyvelem én ezt el. Valódi mérföldkő ez, hiszen most már a sporthorgászok is itt vannak Gyomendrődön. Mennyire látogatottak a gyomendrődi holtágak, mondjuk akár horgászturizmus szempontjából? Azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy ki vannak használva a vizeink, sok horgász jár hozzánk, és nem csak helyiek, hanem vidékiek, külföldiek is megjelennek a vizek mellett, nagyon sokszor lehet látni román rendszámú autókat a holtágak partján. Abban is azt is tudjuk és látjuk a számokból, hogy egyre többen érkeznek az egyéb holtágainkra, amelyeket mondjuk nem a Megyei Horgászszövetség kezel, hanem a holtág egyesületek kezelnek, és ott a horgászatra vannak bérbeadva a nyaralók, illetve a telkek. Látszódik, hogy fejlődik az ágazat a turizmusunknak, látszik, hogy ez a sporthorgászat fejlődik a településünkön. Ezt elsősorban az idegenforgalmi adóbevételeinken is tudjuk mérni, és láthatjuk ezt, illetve természetesen látjuk azt, hogy mennyien pecáznak a vizek mentén, mennyien ülnek a stégeken. Az elmúlt egy évtizedben valóban nagyon sokat hallhattunk arról, hogy Gyomendrőd elmozdult a horgászturizmus irányába. Ez most egy mérföldkő. Mi lesz a jövőben a következő lépés? A következő lépés megvan már a fejünkben. Én most erről még olyan különösebbet nem szeretnék mondani. Két-három héttel ezelőtt egyeztettünk az elnök úrral arról, hogy hogyan lehetne tovább lépni, mik lehetnének azok a lehetőségek, amelyek még inkább kihasználhatóvá teszik a vizet, és még inkább nevet adnak neki. Amennyiben meg lesznek nyitottak, lesznek a pályázati forrásaink, akkor ezt mindenféleképpen szeretnénk beletenni ebbe a projektbe, aminek egyébként van több eleme, és nem mindegyik kapcsolódik a horgászathoz, de a horgászat kiemelt szerepet fog kapni minden egyes turisztikai projektünknél, amit meg fogunk esetleg valósítani, és amiről beszélünk, hogy gyomendrődi turisztikai fejlesztés. Úgyhogy már az ötlet megvan, azt gondolom, hogy na ez egy jó ötlet, kell a vizek partjára, amit meg szeretnénk valósítani. Aztán, hogy a lehetőségünk erre meg lesz-e egy-két éven belül, azt még várjuk. Ha nem, akkor el kell gondolkoznunk rajta, hogy esetleg a erőből fogjuk ezt megvalósítani, esetleg közösen a szövetséggel, esetleg más forrás próbálunk meg behívni rá, vagy behozni rá, de én biztos vagyok benne, hogy tovább kell lépnünk annak érdekében, hogy azt a célt, hogy egy kiemelkedő település legyünk a horgászat, illetve a horgászturizmus szempontjából, azt ehhez kell ez a fejlesztés, és ezzel szerintem az országon belül is kiemelkedő település lehetünk. Egy szabály, ami nagyon fontos, hogy a kijelölt boxba menni, vagyis ott tartózkodni nem szabad. Azon kívül a parton mindenki szabadon mozoghat, nézheti a lányokat, úgyhogy igazából semmi extra kérésünk nincs, úgy mint szervezők, hanem jöjjenek minden többen, és nézzék meg, hogy milyen ügyesek a lányok. Nagyon fontos ez az országos bajnokság a lányoknak, mert ezt kvalifikál a világbajnokságra, és ez egy új helyszín, új pálya, és nagyon fontos volt nekik ez az 5 nap tréningezési lehetőség, hogy teljesen kiismerjék a halfaunát, a vízterületet, a vízmélységet, szerelékeket be tudják állítani,
és ebből kifolyólag minél jobban, minél tökéletesebben tudjanak felkészülni a ma kezdődő élesben a versenyre. Remekül napon a hölgyekkel is beszélgettünk élő videóban, akik azért elmondták, hogy minden nap más nyújtott a víz, tehát eleve egy ismeretlen területre jöttek, majd igyekeztek egy koncepciót kiépíteni, és minden nap újra és újra kellett építeni. Mi az, amit a mai nap reggelén el lehetett mondani kapitányként a hölgyeknek? Ezért szép a sportágunk, hogy minden egyes nap más. Nem mindegy, hogy balról fúj a szél, jobbról fúj a szél, esik az eső, süt a nap. Úgyhogy így konkrétan egy meglévő taktikát, technikát nem lehet egy séma alapján horgászni, hanem nagyon sokszor ad-hoc módon kell improvizálniuk a lányoknak. Ha ránéz az ember a vízre, vagy a lányok is a vízre, akkor első körben egy első gondolat mindenképpen bejön, hogy milyen technikával kezdjük el a horgászatot, de utána improvizálni kell, nézni kell a szomszédokat, nézni kell a szektor, vagy hát most egy szektor lesz, ezért aki balra ül 50-100 méterre, hogy az mit csinál, mert nagyon fontos, hogy minél kevesebb pontszámmal álljon fel az adott versenyző, mivel hogy pontrendszer van, és az fogja megnyerni itt a három fordulót, akinek a legkevesebb pontja lesz, és úgy fog tudni győzni. Nézzük a mai napot konkrétan, a megnyitótól kezdődően mi az, ami történni fog, akár időre lebontva. 8 órakor lesz a lányoknak a beülés, akkor a felszereléseket bevihetik a szektorba, fel tudnak készülni. 8 óra 45-kor lesz egy limit, amit szigorúan fogunk venni, és a Tiborral közösen végig megyünk. Minden egyes lánynak megnézzük a csali limitjét, etetőanyagját, hogy fair küzdelmek legyenek itt a versenyen. 10 órakor, 9 óra 50-kor lesz egy alapozó etetés, 10 órakor kezdés, és 2 órakor lesz vége a fordulónak. A mai napnak, de péntek, szombat és vasárnapról beszélünk, talán a vasárnapi napra is helyezünk hangsúlyt, hogyha vége van a versenynek, mikor lesz a díjkiosztó. 2 órakor vége lesz, reményeim szerint ilyen 2:30-3 magasságában már eredményt fogunk tudni mondani, úgyhogy szerintem 3:30-4 magasságában itt a díjátadót meg fogjuk tudni csinálni, és nagyon sokan vannak, akik 300 kilométerről jöttek, mivel hogy országos rendezvény, ezért az országnak a túlsó felére kell hazamenniük, úgyhogy próbálunk sietni, hogy minél zökkenőmentesen és gyorsabban tudjuk ezt az eredményhirdetést megcsinálni. Reméljük, hogy nem is olyan soká úgy a hölgyeket, mint akár egy országos bajnokságot is a fűzfázzukba vendégül láthatunk. A mai napra a jó versenyzést kívánunk, és kapitány úr, hajrá! Nagyon szépen köszönjük, így a lányok nevébe. Úgyhogy nekem a feladatom annyi, hogy megnézzem a versenyzők, hogy hogyan készültek föl erre a 3 napra, úgyhogy szakmai szemmel fogom nézni itt a versenyzést. OB szervezésén túl és az önkormányzat és a szövetség összefogásával együtt mégiscsak a főszereplők tulajdonképpen a vízben vannak, hiszen halak nélkül nem lenne horgászverseny. Hogy tudott a szövetség készülni erre a horgászversenyre? Egyrészt úgy, hogy már következetesen, amint a ötlet és az elképzelése megvolt annak, hogy itt a fűzfalzugi hortág ezen szakaszán versenypályát kezdünk el kialakítani, elkezdtük magát a halállományt is felépíteni, ahhoz, hogy alkalmas legyen a sportjellegű versenyek megszervezésére.
ezért már 2018-ban több olyan haltermelővel, akivel a szövetség egyébként is kapcsolatban van, vegyesfehér halat, ezen belül is keszekféléket próbáltunk beszerezni, ami köztudott azért, hogy egy nehezebb dolog, illetve ha van is, akkor korlátozott mennyiségben, korlátozott darabszámban szokott rendelkezésre állni. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, mivel hogy már a tavalyi évben több mint 3500 kg keszekfélét helyeztünk ki, emellett a vegyes fehér halat bővítve már az idei évben is, úgy mondom, hogy kuriózumként ilyen apró picike bodorkákat is sikerült beszerezni, ami szintén ide került, és ha már az idei évet nézzük, akkor egy Csongrád megyei haltermelő partnerünktől nagy testű keszegeket, dévérkeszegeket konkrétan is ki tudtunk helyezni ide a pályára. Ezek átlagban olyan 60-70 dekásak voltak, még azt mondom, hogy szakmai körökben is csodájára jártunk ennek a szép és sértetlen, egészséges, hibátlan küllemű keszegállománynak. Ezek is ide kerültek több mint 1000 kg mennyiségben. Emellett természetesen extra méretű ponty is került ki, egy csekélyebb mennyiségben, mivel a versenyhorgász Véra azt mondja, hogy azt a szerencse és bizonytalansági faktort ez nagyban meg tudja borítani, ha ilyen nagy testű hal bejön esetleg egy ilyen finomszerelékes versenyen, mint ami ugye most is itt a hátunk mögött zajlik az előkészületeiben. Ezért ebből visszafogtuk, emellett egyébként meg megerősítettük a növendékpontjállományt, illetve az ivadékpontjállományt, pont azért, hogy a keszekfélék mellett egyrészt bővítsük a halfaunát, bővítsük a fogható palettát, de kihelyezésre került egyébként egy kisebb mennyiségben combó is, versenysportnak, a horgássportnak nem célhala a ragadozó halállomány. Ettől függetlenül, amivel hétköznap is látogatják horgászok, ezért természetesen telepítésre került növendék, illetve felnőtt korosztályú süllő csuka, ha jól emlékszem, akkor közel 200 kg mennyiségben, emellett az előnevelt korosztályok is megtalálhatók, ebből a tavalyi évben is, illetve az idei évben is már 10-10 000 darab mennyiség kihelyezésre került. Összességében nézzük a kérdést, akkor pedig azért elmondható, hogy ellentétben a többi horgászvízzel, ahol a három nyaras ponynak az aránya az jóval a keszekfélék aránya fölött áll. Általában, ha a fogási összetételt nézzük, akkor, illetve a telepítését is, akkor 80%, 81%-ot képvisel általában a három nyaras ponty természetes módon. Itt viszont megborítottuk ezt a történetet, tehát itt egy ilyen közel 50 mázsányi, tehát 5000 kg háromnyaras ponty került kihelyezésre. Ennek a mennyiségnek egy ilyen 15-20%-a kettőnyaros, tehát a növendékponty, ilyen 5%-a az egynyaros, az az ivadékméretű ponty, de emellett viszont a dévérkeszegek kihelyezési arányát jócskán felhoztuk, tehát ez is meghaladja a 40 mázsát, azaz a 4000 kg-ot, ennyiben különbözik. Attól, hogy a apró fogható, egyébként a versenyhorgászoknak kiváló zsákmányt, versenyhalat nyújtó apró halak az arányát tudtuk ezzel erősíteni, elősegítve azt, hogy egy sikeres verseny legyen, illetve egy kicsit az élvezeti faktort is elősegítsük az ilyen versenyeket. A holtágnál gondokat okozhat a vízminőség szempontjából a verseny alatt bekerülő etetőanyag mennyiség, bár ezek mennyisége a versenyszabályzatban is korlátozva van. A szövetség tudott-e készülni az ilyen esetleges problémákra? Igen, készültünk erre, egyrészt azért is, mert tudjuk, hogy azért ilyenkor jelentős mennyiségű etetőanyag kerül bejuttatásra ide a versenypálya szakaszra, bár ha mellé teszem és megnézem, akkor egy jelentős mennyiségű halállomány is ellensúlyozza ezt, ami véletlenül azért a nagy részüket elfogyasztja, de azért, hogy vízminőségi probléma ne legyen, illetve ne legyen fokozott algásodás, ezért a verseny megelőző héten a kollégák megemelték 20 cm-rel a holtágnak a átlagos vízszintjét, ez a stéglábakon egyébként most már látszik is, illetve azért, hogy semmi probléma ne legyen, már az edzés napokon figyelemmel kísértük a vízminőséget, a vízvizsgáló készülékünkkel itt a versenypálya szakaszon is mértünk, és azt hiszem, hogy bátran elmondható az, hogy talán a vízpótlás, illetve a vízszint emelés hatása is közre játszott, de vízfenéken is kiváló oxigén, oldott oxigén szintet mértünk, 4,82-es érték volt fenék közelében, vízfelszín közelében pedig 10 mg per literes érték fölött mértünk, ami ha összehasonlítjuk a többi hasonló állapotú holtággal, akkor úgy gondolom, hogy egy fokkal jobb paraméterek ezek, tehát kiválóan fogja pufferálni azt, hogy most egy kicsit a terhelés fokozottabb itt a holtágban.
A résztvevők bár tájékozódtak a versenypályáról, de nem ismerték, így valódi kihívással néztek szembe. Az időjárás sem kímélte a fordulókat, hol rekkenő forróságban, hol pedig viharos időben folyt a bajnokság. Az izgalmas fordulók győztese, Gyulászki Nikolett, kiegyensúlyozott technikás horgászattal végigvezette a mezőnyt, és ezzel megnyerte a 42. női OB első három fordulóját. Fantasztikus érzés, ugye ez az első forduló, tehát még Bogyiszlón lesz még egy forduló, úgyhogy most arra fogok már elkezdeni készülni, mert ha már most az elődöntőt megnyertem, akkor muszáj lesz a döntőt is, majd a vér. Két óra, másfél-két óra, ameddig a keszek kitartott, azt próbálgattuk, és utána ráálltunk a pontra. Most mai nap folyamán ez az első negyed órába megszűnt, tehát nyilván rögtönözni kellett. Egy kis szerencsével, ha fogok még két kis pontot, amekkorákat fogtam, akkor hármas, nem négyes a mai napon. Ugye az a lényeg, hogy minél többet fogjunk súlyban, viszont nagy halakkal nagyon sok időt el tudunk tölteni, és kis halak azok meg gyorsabban kijönnek, és így időnk van, több időnk van horgászni, és még halat akasztani. Muszáj volt kockáztatni, tehát nem lett volna elég a biztonsági perce a törpével, mert nem lehet törpéből 16 kilót fogni rakósbottal. Viszont pont ugye van a pályán, most nyilván, ahogy haladunk befelé, egyre kevesebb, de hál' Istennek itt a széle mellett ötös pozícióban meg volt esélyem több pontot fogni. Az első, a második és a harmadik forduló után a kialakult sorrend. Első Gyulászki Nikolett, második Kovács Hajnalka, harmadik Kulcsár Aranka doktor, negyedik Németi Krisztina, ötödik Rudnai Csilla, hatodik Varga Viktória Vanda, hetedik Walter Barna Diana, nyolcadik Beck Bonita, kilencedik Farkas Judit, tizedik Devecseri Józsefné, tizenegyedik Iglódi Réka Anikó, tizenkettedik Villás Barbara, tizenharmadik Eszter Evelin, 14. Rigó Edit. Véget ért a magyar női bajnokság első három fordulója. Rendkívüli volt a hölgyek teljesítmény, azt gondolom a mai napon, hiszen volt 20 kg fölötti fogás is. Nagyon szép eredmények születtek, nagyon nagy köszönet ismét a megyei szövetségnek a rendezésére, a pályáért és a mindenért, amit itt elkövettek. A sátor, az étkezés, a mérlegelés minden nagyon precízen működött. Szívesen jön vissza a bajnokság, azt gondolom újra. Tehát, hogy nem a női, hanem valamilyen más kategóriában, de azt gondolom, hogy ilyen vendégletes mellé bármikor szívesen a Magyarországos Horgászszövetség valamelyik szakága. Köszönjük szépen!